Sztársáv Várkonyi Attilával a Retro Rádióban. Amikor a Retro Rádiót hallgatják, ahol a legnagyobb retro slágerek szólnak a 60-as, a 70-es, valamint a 80-as évekből, Gianni a vendégem, akit nagyon nagy szeretettel köszöntök, őt így hívja az egész ország, a szívébe zárta, ő a mi olaszunk, szervusz, és köszönöm szépen, hogy eljöttél. Szép estét mindenkinek, örülök, hogy itt lehetek veletek. Gianni, mesélj egy picit magadról, mert azt mindenki tudja, hogy az ételek környékén vagy, azt is tudják nagyon sokan, hogy remek éttermed van, de talán kevesen tudják, hogy mit csináltál azelőtt, mielőtt Magyarországra jöttél. Ja, még azt is tudják, hogy a Milánnak szurkolsz. Igen, az, hogy mi volt akkor, az alapvetőleg egy olasz kisvárosban, ahol 50 ezeren laktak Malpensa környékén, ahol két szülő rengeteget dolgozott, és nagyon nagy példakép, úgy nem a munka miatt, önmagában az élet hozzáállásával, ahogy minden hétvégén együtt voltunk, ahol az élet ritmusa más volt, ahol nem egy nagy városnak, de egy olasz falunak a ritmusai, ahol ha illet mondani, Észak-Olaszország, innentől kezdve, ahol mondhatjuk azt, hogy jó életmódú az a gazdagabb között. Része Olaszország. Igen, mi nem ehhez tartoztunk, soha is nem volt ez a cél arra, hogy a szüleim ezt mutatják, mint út nekem. Pláne az, hogy ha az egyik orvos, a másik egy Malpensai munkatárs volt, szóval a repülőtéren dolgozott. Én úgy gondolom, hogy amire emlékszem gyerekkoromban, azok az ünnepek megtartása, a vasárnapi ebédek és a mindennapi ebédek, az ima, édesapám, édesanyám vallási szerepe, a tanítás, a nehéz meló velünk, öcsémmel meg velem. Szóval alapvetőleg annyira retróba visszamenni, meg azt is nagyon, nagyon érdekes, de szerintem az apácák és a papok nevelése. Szóval innentől kezdve nekem egy abszolút ilyen átlagos életem volt, ameddig nem ismertem meg a sportot, és ezzel így elkezdtem valamilyen szinten, ha így lehet mondani, ez a tanulás és sport melletti élet. Önök a Retro Rádiót hallgatják, ahol a legnagyobb retroslágerek szólnak a 60-as, a 70-es, valamint a 80-as évekből. Én Várkonyi Attila vagyok, vendégem pedig Gianni, és a gyermekkoráról beszélgettünk az imént. Egészen pontosan arról, hogy már elmesélte, hogy nőtt a családi házban, milyen volt a kapcsolata a szüleivel, úgy hallom, hogy nagyon harmonikus családban éltetek, és nagyon nagy szeretetben élt a család, ami szerintem minden pénznél fontosabb. Abszolút, ez azért volt küzdelem rendesen, szóval nem azt jelenti, hogy ezzel a lapos, jaj, de megszoktuk egymást, azért lehetett hallani az olasz hangokat mindenféleképpen, mint a filmekben. A volt küzdelem, ez része? Tehát az olasz ember az hangos kiabál? Ez nem, egyfajta temperamentum, ez nem kiabálás. Ezért nagyon-nagyon nehéz például sokszor, bocsánat, azt mondja, a magyarokkal úgy kommunikálni, hogy az olasz temperamentumot belerakjuk, mert önmagában nagyon nehezen kezelhető. Mert a magyar nyelv és az olasz temperamentum együtt egy kicsit furcsán állnak össze. Egy olaszul megbeszélt, és két olasz beszél, néhányszor az Zita is rám szól, hogy beszélgetünk. Tehát az igazság, hogy ez egy fajta habitud, ami önmagában az olaszokban abszolút benne van. Egy biztos az az, hogy a gyerekkoromra emlékezve, és visszavittél pont a múltban a retro név miatt is, én emlékszem, fantasztikus volt, amikor először belekukkantom a tévébe, mert akkor, ha így lehet mondani, a 70-es években Olaszországban megjelent a fekete-fehér tévé, legalábbis nem minden, hát minden családban már akkor jelen volt. Emlékszem az első színes rajzfilmre, ami egy robotról szól, és Japánból jött a rajzfilm, Goldrake volt a neve. Onnétől kezdve robotok jártak a házba, és természetesen akaratos gyerekek voltunk mi is, innétől kezdve. De ez a jó nehéz műanyagból készített cucc, hogy ha rád esik, meghalsz, tudod, ez a fajta nehéz súlyú. Meg emlékszem arra, rengeteg bakelit, ami édesapám gyűjteménye, és az összes lemez, ami Adriano Celentano, vagy éppen Frank Sinatra, meg minden az, ami a gyerekkora volt, a Pink Floyd, meg The Doors, meg az az időszak is, ami édesapám még mert venni lemezeket, tudom, amikor úgy érezte, hogy ő még mindig fiatal. És szerintem nagyon érdekes, hogy ezt nem szabad sose elfelejteni, hogy aki nem szabad megöregedni, mondjuk itt bátran kell belenyúlni a fiatal dolgokból is arra, hogy ne. Gianni, ezek a szegény mai gyerekek mit vegyenek? Hát nem lehet már lemez, nincsen CD, nincsen kazetta, nincsen, legfeljebb le tudnak tölteni dalokat a netről. Nem igaz. Ez egy olyan fajta gyűjteményi érzés. Ez olyasmi, én azt is mondhatom, hogy az új biznisz, a 2018 új biznisz, szerintem az emberek butasága és ismeretlensége a dolog.
dolgokra. Ez a régiség világos így mozog. Szóval nekem például a családom mindig megtanultak megértékelni és értékelni, mi a régiség és a festmény és a szobrászat és a minden az, ami művész volt. Ez nagyon-nagyon érdekes, és az egyik művészet formája az a zene. Ezzel ma már újra jönnek ki a régi lemezek, és lehet találni boltokban régi bakelit lemezeket. De az olyan fontos, nem azért, mert retrok akarunk maradni, mert van egy olyan fajta izgalom, amikor valaki megfog egy lemez a kezébe, és tudod, és rendbe rakja szerszámot arra, hogy rendesen hangjon, és ez a recsegés, ami sűrűn megtörténik, az egyfajta izgalom ad a mi füleinknek. A fiatal nem tudna sűrűn ezt megérteni, de ez valami meg kell szerettetni. És én azt gondolom, hogy én se voltam régi, amikor én megszülettem, csak az édesanyám és az édesapám segítettek arra, hogy megértsem, hogy honnét jövünk. Utána ez mintha így lehet mondani egyfajta zsák, hátizsák, ami az ember hátára rak, lehet belőle egyszer-egyszer kicsibegetni dolgokat. Nem szabad, ha így lehet mondani, nem látni a jövőt, de nem szabad elfelejteni a múltat. Szóval ez nagyon-nagyon fontos, és a bakelit újra jöjjön vissza. A CD lehet, hogy haldoklik. Szóval az nem mondom azt, hogy nem. De a bakelitnek van egy olyan fajta érzés, amikor megfogod a kezedbe, és látod azt, hogy honnét született a zene. Hát, hölgyeim és uraim, izgalmas, nem? Több ezer van odahaza, úgyhogy én ennek nagy rajongója vagyok. Én csak azt mondtam, hogy arra akartam az előbb utalni, hogy új zenéket nagyon nehezen kap meg a fiatal ma bakeliten. Egyébként abból is adnak ki, főleg DJ-knek, tehát vannak ilyen speciális kiadványok, az új, nagyobb Avicii, David Guetta, tehát az igazi menőknek van LP-jük, tehát ez a bakelit lemez, nem tudom ezt másképp mondani, ami egyébként nem bakelit, hanem vinil, egy tök más vinil műanyag, mert a vinil az egy hőre lágyuló műanyag, és azt nyomják a lemezt, abból nyomják, míg a bakelit egy hőre keményedő, abból volt régen a Csillárnak a lámpa foglalata, egy ilyen fekete, nagyon rideg anyag, csak valahogy a magyar kultúrában ez bakelit néven került elő, vagy került be, de ezt egyébként valóban vinilnek hívják. De nagyon szeretjük, nagyon jó hangja van, igen, nagyon igen. Szeretem, ahogy recseg egy picit, úgy hallani a recsegést, pedig már megtöröltük háromszor. Igen, és emlékszem. Ugye? Meg emlékszem az első CD-re, és erről megszéltem, majd mesélni fogunk. Jó. Vendégem Gianni, és az előbb itt egy kis szeretett himnuszt adtunk elő a bakelit lemezzel kapcsolatban, de szerintem az a generáció, aki valaha hallgatott bakelit lemezt, pontosan tudja, hogy miről van szó, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy bizonyos lemezlovasok nem is hajlandók másról játszani csak bakelitről, mert annak van egy olyan speciális hangzása, sőt, olyan berendezést gyártanak most, ami két bakelit lemez, amin egy timecode van rajta, és minden dal, amit a számítógépről lehúz, bakelit érzéssel játsza le, tehát a lemezekkel keveri össze, úgy látja a monitoron a két dalt, meg a hullámformát, digitálisan van rögzítve természetesen a zene, de maga az érzés, meg a keverés, az bakelit lemezek zajlik. Igen, igen. Óriási dolog egyébként, és nagyon nagy feeling, vagy érzés, hogyha így fogalmazhatok. Az előbb egy picit, mint a kritikával illetted volna a CD-t. Nem. Hát én a CD-t azt kell mondani, figyelj, emlékszem nagyon jól, amikor bementem a boltba, és kijöttek a CD-k. Első CD, Madonna. Ha jól emlékszem, a Like a Virgin volt. Az a Immaculate Collection, a kék. Az a kék lemez. 1988. Így van. Az a legelső CD, Madonna, akkor még... Bizony. Igen, ő volt az, aki modernizált egy kicsit ezt. La Isla Bonita is azon volt. Az volt, pontosan. És megvettük az első CD lejátszó, ami alapvetően súlya volt. Szóval nem, ez minden itt kezdődik. És négy szám volt rajta, tehát nem volt ilyen nagy kijelző, mint a maiakon, vagy a későbbieken, négy darab szám volt rajta. Az első kettő mutatta a percet, a másik kettő a másodpercet. És volt egy kicsi a sarokban, amelyik a trackek számát mutatta. Így van. Egy nagyon-nagyon egyszerű doboz abszolút, volt. Így van. Amit, de nagyon izgalmas volt. Akkor elkezdtem, akkor az első keveremet kaptam édesapámtól azzal a gondolat, hogy majd zenész leszek, nem lett belőle. A zenével is érdekes kapcsolatom volt, mert édesapám füllel megtanult zongorázni és gitározni, meg anyámnak dalokat írt, meg akkor divatos volt a romantika, ha így lehet mondani, és nem gyengeség. És innentől kezdve az volt, hogy meg tudtunk udvarolni és beszélgetni. De okosakat mondasz. De nem, ez nem okosak, csak egy kicsit bevittél a retro világába, ugye? Próbáltam én is visszaélni azokat az időket, amit érzelmileg nagyon fontosak és nagyon meg tudnak rázni. De lényegében az, hogy igenis komponált édesanyámnak például a Anyák napja egy gyönyörű dalt, meg emlékszem 5-ére édesapám dalait vettük föl egy kis lemezre, ahol két dal volt, az egyik karácsony, a másik egy ilyen ballát, egy ilyen egyszerű pop, ha így lehet mondani, változata édesapám szavaival.
innétől kezdve azért a zenével én nem lettem se az egyik, se a másik, nem lettem se DJ, szóval azt, hogy illet mondani a keverőt, sose használtam igazándiból. És nem tudtam úgy elkezdeni, vagy zongorázni, vagy kéhány, vagy gitározni, ahogy ők, és ez egy kicsit bennem kimaradt, és kaptam is majd az idővel öcsémtől egy bassgitárt, ami ott állt a sarokban nagyon sokáig, oda el tudtam menni, hogy önállóan pöcögjek egy Happy Birthday-t, vagy egy pár dalt bolond módon, nagyon sok erőltetéssel és nehézségekkel, de önmagában, ha így lehet mondani, inkább táncolok, de imádom a zenét, szóval a zene részemről a legfontosabb, ha illetve adja az életemnek a ritmusát, és a reggeleket is természetesen. Önök a Retro Rádiót hallják, ahol a legnagyobb retro slágerek szólnak, a 60-as, a 70-es, valamint a 80-as évekből. Gianni a vendégem, aki valamiért a vendéglátást választotta, bár én azt látom, hogy a vendéglátás az valahogy az emberségből származó dolog. Ennek a gyökere valahol ott van, hogy szeretné a másikat. Én szoktam így mondani kollégáimnak, hogy én inkább a zenei oldalról vagyok benne a vendéglátásban, de amikor látom, hogy valaki nagyon tiszteletlenül viselkedik a vendéggel, mindig oda szoktam menni, és mondom, hogy vendéglátás. Benne van a szóban, hogy miről szól a vendéglátás. Neked miről szól a vendéglátás? Hát ahogy érzitek, rengeteg izgalmas és erős input, vagy éppen rezgéseket adott a múlt, a szeretet, amiért megtaláltam ennek a kifokulását a vendéglátásban. Amikor az ember elmegy egy akkori kötelező szülőktől megadott iskolába, tudjuk azt, hogy mindig az volt a félelem a szülőnek, hogy ne legyen egy biztos munkája. Így van. Közgazdász, mérnök, orvos, minden ügyvéd, minden az, ami hívna, egy igazi papír, hívjuk így. De ami fontos, ne felejtsük, ez a papír szó, ez az az ember, aki nem tudja azt, hogy mennyire fontos, mert utána fontos lesz az életünkben, mert többször előjön, hogy mit tanultál és mit csináltál. Sajnos az élet is lehet nagy tanítója, de ez most egy másik téma. És azt vettem észre, hogy hiába közgazdaságot tanultam, én nem tudtam belőle így érezni semmit önmagában. Inkább azt éreztem, hogy nekem a nagymamám és az anyák figurák, édesanyám meg az nagymamáim figuráim, a két nagypapával sose ismerkedtem meg, megadtak egyfajta, lehet, hogy a hiányosságuk miatt is, ami az életükben volt, nagyon telítették az enyémet. Szóval minden koncentráció az unokákon volt, és ez a főzés az benne volt az első mozdulataikban reggeltől estig. Mert utána este még azon kívül, hogy még főzte, még össze is pakoltak. Szóval innétől kezdve én nem azt mondom, hogy ez a női ideálom és a női figura, de az, amit kaptam akkor az akkori világtól, annyira erősen megnyomta, hogy te is mondtad, hogy én akartam mindenféleképpen egy munkát, ami, ha így lehet mondani, az étel közelében volt. És van. És ettől lettem, és egyre jobban a gasztronómiában vagyok benne, egyre jobban tanulok folyamatosan. Az alázat, tudjuk, minden munkában nagyon fontos. És előrevitő, ez a motorja, ez az üzemanyagja, hogy, és a kuriozitás, az kíváncsiság. Ha bennünk meghal a kíváncsiság, akkor meghalunk, és megöregszünk. Nem szabad elhagyni a kíváncsiságot. Hát mondhatjuk, 1+1=2, és innétől kezdve ez lett a világom és az életem. A főzés egyébként egy nagyon érdekes és nagyon innovatív dolog, és ott mindig lehet újakat kitalálni, tehát nincs vége. Tehát nincs az, hogy én szoktam viccben mondani, hogy az emberiség, mikor elkészítette az első rántott húst, meg is állhatott volna, mert a világ legjobb étele elkészült, és minden egyéb nanokultúra és egyéb paleo és egyéb fontos dolgok, amiket manapság használnak a konyhákban, illetve az éttermekben, tök felesleges, mert kész a rántott hús, akkor kész vagyunk mi is. Természetesen nem így látom én se, de azt látom viszont, hogy egyre újabb innovációk jönnek az élelmiszeriparba, térünk vissza a természetes dolgokhoz, azt is látom, hogy nagyon szépen halad a világ abba az irányba, és egyre követi Magyarország is, egyre több jó éttermet látok. És még egy gondolat, amit, ahogy itt beszéltél, az jutott eszembe, hogy a nagymamák a legjobb vendéglátósok, vagy a legigazibb vendéglátósok. A nagymama odafigyel a tálalásra, odafigyel az étel ízére, a hőmérsékletére, odafigyel, hogy te boldog legyél, egyél még kisfiam, még szedjél, szedhetek-e még kisfiam. Biztos ez olaszul is pontosan ugyanígy működik. Így van, minden egyes szerintem matriarkális családban, ahol a szeretet a fontos, és meg tudtuk őrizni bármilyen támadással, mert a külső támadások mindig a világtól jönnek, és mindig jönni fognak, hogy ezt a családszót tönkre tehessék, és ez nagyon érdekes szerintem, mert minden arra van, hogy ez meghaljon, közben nem szabad. Én látom azt, hogy a nem tanult nagymamáink, amik egy háborún keresztül mentek át, mert sajnos nem volt lehetőségük, úgy tudták megmutatni a szeretüket és az összes érzelmüket, hogy ők mindenhonnét szanaszét rohangáltak minket és figyeltek ránk. Ezt az első perctől, ahogy felkelt a nap, és ők voltak az elsők, aki minket fogadtak a konyhába. És én szerintem ez a hatalmas nagy szeretet, ami belőlük áradott, ez szerintem önzetlenségben, meg minden szép dologban, ami legalább
én, mint család kaptam, és én szerintem ezért voltam szerencsés nagyon. És nem volt az, ami körülötte volt, mert higgyétek el, hogy nagyon egyszerű. Én 8 éves koromig használt ruhákkal öltözködtem, szóval nem szabad azon gondolkozni, mert valaki Olaszországból jön, annak minden könnyebb lehetett. Meg ne higgyétek. Háború után pont olyan nehéz volt Olaszországban is egyébként. Én a 70-es években születtem, és innentől kezdve még a nagymamáim, ha így lehet mondani, egy olyan időszakból jöttek ki, ahol mindent elvettek. Ne felejtsük el. Szóval nagyon Olaszországban nagyon vérzivataros időszak volt. A háború előtt is közvetlenül, ugye, a Duce korszak. Igen. A háború, aztán ide-oda jöttek, tehát nehéz egy időszak volt. Egy nagy szerencsénk volt, hogy nálunk az amerikaiak megmaradtak. Így van, így van. És ott született például a bisztekke is, ami olaszul nem más, mint beefsteak, mert nem tudta kommunikálni az amerikaiak. Innentől kezdve a bisztekke nálunk a húszelet, amit az amerikai mindig mondtak, hogy beefsteak, beefsteak, és a végén mi úgy hívtuk, hogy bisztekke, mert a végén rámutatással mentünk előre. De ez a háború alatt született ez a szó Olaszországban. Mindegy, ez egy érdekeltség, amit ha így lehet mondani a háborúhoz, mint a karbonárák a változata van olyankor, hogy azt mondták, hogy volt a cacio e uova, ami egy nagyon szegény étel, és ezt a amerikai tiszteletére, amikor Rómába bekerültek, és bejöttek, hozzátettek békönt, hogy boldogat tegyék az amerikai, hogy egy kicsit reggelinek tűnjön. Mindegy, ezek nagyon-nagyon érdekes dolgok, amik itt most eszembe jutottak, de ahogy te mondtad is, ahogy ez még gyerekkoromra visszaemlékszem, emlékszem akkor, amikor anyám tanított enni. Ez egy kötelező dolog volt, és nem állhattam föl az asztaltól, ha nem volt meg a tisztelet mindenki felé, az étel felé, az édesapám. Nálunk is így volt, ez pont így volt. Ezek olyan merev szabályok voltak, hogy van, és ezért minden... Mi nagypapám bennem fejezte, és lassan evett, mert idős volt már. Már fene evett engem, mentem volna játszani, de meg kellett várni, és ezt nem baj, megtanultam így utólag, akkor türelem. Nyilván szerettem volna. Ez úgy, hogy türelem. Gyorsan megettem, és már mentem volna játszani, de meg kellett várni, nagypapám feláll, és akkor álltunk fel mindenki. Az utolsó nagymamám ezzel a szavakkal búcsúzott nagy tisztelettel és nagy bölcsességgel, azt mondja, hogy Gianni, tanul meg türelmesnek lenni. Minden megoldódik. Ezek voltak a nagy szavak, amit a bölcs nagymamám mondott. Ennek tud egy fiatal fülébe bemegy és kimegy. Na hagyjál békén, értem? Mert ez normális, más ritmusban. De ezek lassan tudjuk nagyon jó, hogy aki, mikor szeretettel mondasz valamit, előbb-utóbb olyan, mint egy lemez, rá vannak regrisztrálva, rá vannak, és visszajön minden egyes mondat, időkérdés, de visszajönnek ezek a mondatok folyamatosan. Szóval ezek nagyon szépen meg. És emlékszem, csak így még gasztronómiában 8 évesen, amikor mentünk egy első nagy szép étterembe, és rászóltam egy emberre mellettem, hogy signore, lei non ha una madre, szóval, uram, magának nincs egy anyja, hogy megtanította magát enni, mert összekoppantotta a villát és a kés, és húzta minden egyes evőeszközt a tányérokra, és én nagyon ilyen, és akkor apám azt mondta, figyelj, maradjál ide az asztalnál. Valahogy tudta, hogy belőle bolond fej lesz, egy picit így érdekes, de a gasztronómia nagyon erősen bennem van, igen. És hogy nincsen új a nap alatt, az 1800-as évek elején, amikor a franciák Napóleon vezetésével foglalták Oroszországot, akkor nagyon sokan voltak ugye a hábak, mi odafelé mentek, visszafelé már sokkal kevesebben jöttek sajnos. Amikor odafele mentek, ahogy elfoglalták a nagyvárosokat, kialakítottak nekik ilyen éttermeket, ahol gyorsan lehetett etetni az embereket. És kiabálták az oroszok egymásnak, hogy bőstre, bőstre, ami azt jelenti, hogy gyorsan, gyorsan. És a francia katonák nem értettek oroszul, és ezeket az éttermeket kezdték el bisztrónak hívni, az orosz bisztra, ami gyorsat jelent szóból, és így terjedt el az egész világon a bisztró. Csak hogy mondjuk még nagyon egy történetet a háborúból, csak egy korábbi háborúból. Sajnos lejárt a műsoridőnk, de egy biztos, hogy még Gianni-t meg fogom hívni, mert ebben a rövid egy órában annyi mindent mondott, amit a szívemből szólt, és én pont ugyanígy érzek, pont ugyanígy gondolok, pedig teljesen más kultúrában nőttünk fel, teljesen más országban. Az élet is talán más felevitt, bár úgy látom, hogy a zene, a labdarúgás és a vendéglátás szeretete az mindkettőnkben benne van, tehát megvannak azért a közös pontok, de én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm szépen nektek, szép estét mindenkinek továbbra is, és köszönöm szépen a Retro Rádiónak. Köszönöm, Attila, hogy itt lehettem. Grazie. Én köszönöm, hogy eljöttél. Grazie. Búcsúzom önöktől, Várkonyi Attila vagyok. Köszönöm szépen Horinnak és MSZ-nek a közreműködést. Nagyon sokat és nagyon keményen dolgoztak, hogy ez a műsor így önök elé kerülhetett. Én most búcsúzom, Várkonyi Attila vagyok, és ahogy nagymamám mondta, minden jóra fordul. Csak egészség legyen. Sztársáv a magyar közélet ikonikus alakjaival, Várkonyi Attilával a Retro Rádióban. Retro Rádió.